Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Török Lajos vezető elemző van itt velünk telefonon. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na mi újság, megnyugodtak-e a kedélyek, vagy most épp az MNB után a Fedet várjuk, és azért van izgalom? Így előtt egyébként elég nyugodt kereskedés van, mint Budapesten, mint az európai tőzsdéken. Budapesten nagyon alacsony a forgalom, mindössze 219 millió forint. Mennyi? 219 millió? Hát sodás. Egy lottó ötössel fenekestől fel lehetne forgatni a budapesti érték. Az biztos, igen, egy főleg egy nagyobb nyereménnyel, de hozzáteszük azt, hogy az OTP 171 millió forint ebből, akkor nagyjából ki lehet számolni azt, hogy az összes többi papírt viszont aztán még egy lottó négyessel is lehet, hogy meg lehet bolygat. Ezen kívül még a MOL-ban van értelmezhető 22 millió forintos forgalom, mindenhol máshol ilyen pár millió maximum, de Richter is 6 millió, de Magyar Telekom 167 ezer forint, tehát lassan már kellett. Hú, hát az egy Totó 12-essel is. Igen, aki jól tippelt a mai reggeli vízlabda meccse, az lehet, igen, hogy most mozgásokat tud indikálni. Egyébként 0,3%-os pluszban a BUX Index 47.143 ponton. Az OTP enyhe emelkedésben 15.705 forinton, a MOL 0,6%-ot emelkedett 2.352 forintra, a Richter 0,4%-ot emelkedve 7.995 forinton, és minimális mínuszban 426 forinton a Telekom. Na hát a devizapiac. Hát igen, a devizapiacon azért egy pici, nagyon minimális forint erősödés van, viszont a 359 forintos szintet nem nagyon tudjuk áttörni. Most 359 forintot és 20 fillért kell adni egy euróért, tehát ideiglenes volt csak a megnyugtatása az MNB-nek, úgy tűnik, tehát nem tudtunk igazán erősödni, hiába okozott idézőjelben pozitív meglepetést az MNB, ugye azzal, hogy a elemzői konszenzusnál nagyobb mértékben emelt. Ugye sok elemző köztük mi is a 30 bázispontot várta, de azért látjuk azt, hogy ez úgy tűnik, hogy ez sem volt elég, pedig elég egyértelmű és világos üzeneteket fogalmaztak meg a kérdésválaszokban is Virág Barnabás által a jegybanknál, és úgy tűnik, hogy ez sem volt most elég ahhoz, hogy igazán nagy forint erősödés induljon el. Egy dollárért egyébként 304 forintot és 11 fillért kell adni, még az euró-dollár keresztárfolyam 1 dollár és 18,09 cent. Tehát azért azt látjuk, hogy nincsenek ilyen óriási mozgások a devizapiacon, és hogyha egyébként a tőzsdékre nézünk, úgy tűnik, hogy két napot egymesten azért esni nem tudunk. A DAX minimális mínuszban, a Eurostoxx 50 már pluszban, a francia tőzsde is 0,3%-kal emelkedik, az amerikai határidők pedig minimális ilyen 0,1-0,2%-os mínuszban, mondjuk azért segítik ugye a jó gyors jelentések, amelyeket tegnap közöltek. Hát nem ez valamit ígérkezik. Remélünk, valamit várunk. Vagy hát ez ilyen ergyanár van? Hát a Fedet, holnapra a Fedet. Nagyon várjuk, holnap? Az biztos. De hát azt hozzá kell tenni, hogy igazából ott se várunk igazán nagy dolgokat. Tehát ha az ember őszinte, akkor még az is lehet, hogyha bekövetkezik az, hogy semmit nem mondanak, sőt még a beszédet se igazán kezdik meg. Nyilván azért mondjuk ott is van egy inflációs nyomás, tehát valamit kéne kommunikálni, de erre mindenképpen most várunk, hogy valamit, hát ha iránymutatást tudnak nekünk adni a tőzsdéken, hogy mégis mire számítsunk az év második felébe, de hogy személyes véleményet mondjam, én nem gondolom, hogy itt óriási elmozdulás lesz erre, és én összenem, hogy továbbra is nagyon óvatos lesz az amerikai jegybank, és sokkal óvatosabb, mint például tegnap a magyar, és emiatt nem gondolom, hogy jelentős irányt adnának. Oké, köszönjük szépen, jó munkát akkor azért. Akkor nyaralunk, passziánszozunk, eszünk, iszunk. Satt szép napot. Szia. Nézzük az olimpiát. Ja, meg tényleg, micsoda vízilabda meccs volt. Oké, hello. Reggel még én is pont elkaptam, sziasztok. Hello. Török Lajos vezető elemző számolt be nekünk az árfolyamokról. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.